Egy korábbi videómban a 441-ben ismertettem az almaecet fogyasztásának káros vagy egészségromboló hatásait, linkje a leírásban, és ahogy akkor megígértem, egy tesztidőszakot követően, hogy tapasztalatból beszélhessek, most a gyógyhatásait sorolom fel. Független attól, hogy lesznek-e, vagyis vannak-e általam megtapasztalt pozitív hatásai. Először lássuk, mit érdemes tudni az almaecetről, aztán, hogy nekem milyen tapasztalataim születtek az elmúlt egy hónapos tesztidőszakban. Már Hippokratész, az orvoslás ősatja is rendszeresen fogyasztotta és adagolta mézzel keverve a betegeinek az ókori Görögországban. Fő alkotóelemei az almasav és az ecetsav, amelyek mellé társulnak az erjesztés során keletkezett probiotikumok és egészségjavító enzimek. Azon felül, hogy nagymértékben gátolja a zsírsejtek hízását, nem a szaporodását, mert a zsírsejtekről tudni kell, hogy csak magzati korban szaporodnak az anya táplálkozásának megfelelően, a születés pillanatától már nem, csak híznak vagy fogynak. Tehát ezen a hízás gátló hatáson kívül erősen étvágy csökkentő hatással is rendelkezik az almaecet. Vagyis gyorsítja a fogyást, ha valaki éppen fogyókúrázni szeretne. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy az inzulin szabályozó hatása révén csökkenti a vércukorszintet és segíti, gyorsítja az anyagcserét. 2,5-es pH-ja támogatja az emésztést, vagyis a tápanyagok, főleg a fehérjék szétbontását, ezzel csökkentve a puffadást, a gázképződést ugye a belegben és a gyomorban egyaránt, és így a reflux betegség tüneteit. A koleszterin szintet is csökkenti, de ezt ne úgy képzeljük el, hogy valóban a koleszterin szintet csökkenti, hiszen a koleszterin létfontosságú, és minél több van belőle, annál egészségesebbek vagyunk, úgy mentálisan, mint fizikálisan. Tehát nem a koleszterin szintet csökkenti az almaecet, hanem a HDL lipoproteinek hatékonyságát növeli, amelyek az LDL által kiszállított és esetleg feleslegessé vált koleszterint hordják vissza a májba újrahasznosításra, miközben az ereket is letakarítják hasonlóan ahhoz, ahogy a mosogatószer teszi az edényekkel. Hát ezt a hatékonyságot még tovább növeli azzal, hogy a nitrogénmonoxid nevezetű természetes értágító vegyület termelését is serkenti, megelőzve ezzel, mármint ezzel a két hatásmechanizmussal együttesen a magas vérnyomást, az érelmeszesedést, embóliát, infarktust, trombózist, sztrókot, és még lehetne hosszan listázni az érrendszeri rendellenességek okozta betegségek sorát. A rekeszizom görcsös összehúzódását, tehát a csuklást is tompítja, de azt inkább megelőzi, vagyis hogyha rendszeresen szedegetjük ezt a kis almaecet nevezetű löttyöt, akkor szinte lehetetlen, hogy elkapjon bármilyen oknál fogva a csuklás, még akkor is, hogyha chili paprikát teszünk kilószám. Na jó, ez barokkos túlzás volt, de talán még így is működhet a dolog. És végül, de nem utolsó sorban, a gombás bőrbetegségek, mint például korpás fejbőr gyógyítására is tökéletesen megfelel, de ezekre bármelyik ételecet használható. Tehát ezért nem kell külön almaecetet venni, bármelyik üzletlánc polcairól levesszük ezeket a 10-20%-os ételecetek bármelyikét, és tökéletesen jó lesz a bőrbetegségek kezelésére, korpás fejbőrre is. Adagolása néhány hét. Ja, így visszatérve a korpás fejbőrre, oké, nekem nincs hajam, de 40 évvel ezelőtt még volt, és akkor is nagyon bevált az ecet, hogyha korpás volt a fejem. Fejbőröm. Tehát azért mondom, ezt nem most találtam ki, vagy nem valamelyik szakirodalom cikkéből olvastam, személyes, ez tényleg személyes megtapasztalás. Aztán hát az adagolása, ez körülbelül hát néhány hét, két hét, három hét, vagy mondjuk akár egy hónap is lehet, aztán ugyanennyi szünet. Ezzel a ciklikus jelleggel mehet akár örökké. A napi adagja 20 ml almaecet 3 dl vízben elkeverve, és bármikor fogyasztva a nap során. Étkezés előtt, ha fogyasszuk, akkor legalább egy fél órával korábban, ha utána, akkor is legalább fél óra, inkább egy óra vagy több órával korábban. Ugye, hogy hát attól függetlenül, hogy segíti a gyomorsav munkáját, attól függetlenül nem érdemes felhigítani a bevitt élelmiszert, mert ha túlságosan képlékenyé válik, ideje korán löködik át a bélperisztaltika hatására a vékony patkobélbe, majd a vékony bélbe, hogy akkor a nem megfelelő teljes értékű emésztésnek köszönhetően nem fog felszívódni, mert a belegben már emésztés nem történik, csak felszívódás, és az is csak a vékony bélig, a vastagbélben már nem. Na mindegy, ez egy másik téma, nehogy eltérjünk itt a
a mai nap anyagától. Tehát akkor elmondtam ugye, hogy az adagolás az 3 decibe, 20 ml, és hát ezt a mennyiséget, ezt a napi egyszeri 3 deci vízben 20 ml almaecet elkeverve, ezt a mennyiséget ne lépjük túl, mert akkor jönnek az említett káros hatások, amelyekről a 441. videómban beszéltem, de ezen belül is főleg a kálium szint csökkenésével kell számolni, de ezt a részét is kielemeztem az említett videóban. Ahogy mondtam, linkje a leírásban, ott megtaláljátok, ha nem akartok külön kutakodni a 441-es szám sorszám után a csatornámon. És akkor most pedig lássuk, hogy én mit tapasztaltam a kúra során ebben az egy hónapos tesztidőszakban. Hát pontosan azt, amire számítottam és meg is jósoltam korábban ebben az említett videóban, amire többször fölhívtam az elmúlt néhány másodpercben a figyelmet. Tehát mit tapasztaltam? Az égvilágon semmit. Ugyanis hála a magasságosnak, aki a saját hasonlatosságára engem is megteremtett, nincs olyan egészségügyi problémám, amire bármilyen hatást gyakorolhatna az almaecet kúraszerű fogyasztása. És őszintén remélem, hogy ez még sokáig így is marad, és ugyanezt kívánom nektek is. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!